Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az utóbbi napokban két hír tematizálja az autós közéletet, az egyik, hogy elképesztő mértékben drágul az üzemanyag, a másik, hogy még akár dízelhiány is felléphet. Na most, nagyon fontos, hogy minden ilyen hír növeli a pánikfelvásárlás kockázatát, tehát hogy az emberek ilyeneket hallanak, már rakják is fel az IBC tartályt a platóra, aztán mennek telelocsolni gázolajjal, amíg még van. Úgyhogy nagyon fontos kiemelni, hogy nem kell pánikolni, hát felléphet hiány, de hogyha okosan viselkedünk, akkor ennek csökkenthető a kockázata. És ez a videó sem azért készül, hogy keltsük a pánikot, hanem inkább azért, hogy megvilágítsuk ennek a gazdasági hátterét, mert egyrészt jó tudni, másrészt roppant érdekes. Aztán ott van az is, hogy drágulnak az üzemanyagok. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, például az ukránok által megemelt tranzitdíjat okolta. És ez kíváncsivá tett. Tényleg az ukránok miatt drágul az üzemanyag Magyarországon? Úgyhogy utána jártam a témának, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán már kezdünk is. Ugye mivel az autós közélet megkerülhetetlen része, csináltunk már videót a témában, legutóbb májusban foglalkoztunk a benzinárakkal, és töltsön el minket a kellemes nosztalgia, 1 liter benzin 557, 1 liter gázolaj 542 forintba került, a Brent olaj hordonkénti ára is 75 dollár körül mozgott, hát ezzel szemben ma 662 forint 1 liter benzin, és 686 a gázolaj. És hogy megértsük, hogy miért történt ez a drámai mérték növekedés, az alapoktól kell kezdeni. Fontos például tudni, hogy a kőolajat a világpiacon dollárban jegyzik, az amerikai gazdaság pedig jobban teljesített az utóbbi időben, emiatt erősödött a dollár a forinthoz képest, vagyis többet kell érte fizetnünk. Emellett a már emlegetett májusi árszinten 75 dollárba került hordonként a Brent olaj, ez mostanra elérte a 95 dollárt, ami elég tetemes növekmény. Ez annak is betudható, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia önkéntesen csökkentette a kitermelését összesen napi 1,3 millió hordóval. Durva belegondolni, hogy ez mennyire elképesztő mennyiség. Azt is lehet tudni, hogy Vladimir Putyin Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceggel további kitermelési korlátozásokról tárgyalt, és megtehetik, hiszen úgy tudnak árat emelni, hogy az nem befolyásolja a keresletet. Tehát mivel kevesebbet termelnek ki, alacsonyabban maradnak a költségeik, hiszen az infrastruktúra, az emberek, a kitermelés minden pénzbe kerül, viszont azzal, hogy csökkentik a kitermelt mennyiséget, nem csökken a kereslet, ezáltal feljebb mennek az árak. Tehát kisebb költség mellett marad, vagy emelkedik a profit. Ez egészen nagyszerű helyzet, már hogyha a kőolaj kitermelő országokat nézzük, nekünk annyira azért nem. Érdekes módon Gulyás miniszter úr Putyint nem tette felelőssé a drágulás miatt. Na de, a Goldman Sachs elemzése szerint még egy darabig maradhatnak a magas árak, hiszen az OPEC, vagyis az olajexportőr országok szövetsége 80-100 dollár körüli hordonkénti árat tart optimálisnak a jelen piaci körülmények között. Ehhez tartozik még az, hogy emelkednek a tranzitdíjak is, vagyis hogy a csővezetéken történő kőolajszállítás is drágább lesz. Ukrajna júniustól tonnánként 17, augusztustól tonnánként 21 eurót számított fel, előtte ez 13,6 euró volt, tehát itt is mondhatjuk, hogy elég drámai a növekedés, a háború előtt amúgy mindössze 9. És akkor most jöjjön egy saját számítás, ami kifejezetten hevenyészet, és több más tényező is befolyásolhatja, ezért csak a nagyságrendek kedvéért mondom el. A tranzitdíjat ugye tonnánként számolják. Egy tonna kőolajból nagyjából 500 liter késztermék, tehát benzin vagy gázolaj állítható elő. Tehát kiszámolható, hogy a jelenlegi 21 eurós tranzitdíjjal literenként 16 forinttal terhelődik be egy liter benzin. Na most, a 2024 elejétől tervezett jövedéki adóemelés nettóban ennek például a duplája, 32 forint, és ugye arra még rájön az áfa is. Na most, a horvátok is emelnek az adriai vezeték tranzitdíján, a konkrét számok még nem ismertek, de Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a piaci ár ötszörösét fizetik jelenleg, ez amúgy még változhat. A fogyasztói árak alakulásában amúgy még nagy szerepet játszik a literenkénti bruttó üzemanyagára is. Ez lényegében az együttes kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árés. A témában Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari jellemzője tett közzé
egy írást a Napokban. Az átlag árés 2019-ben még mindössze 50 vagy 60 forint volt literenként, 2023-ban már viszont 130 forint, tehát több, mint a duplája. Nagyon fontos, hogy ne menjünk kapával, kaszával a nyerészkedő benzinkutakra, ugyanis nem szabad szem előtt téveszteni a tényt, hogy ez nettó szinten nem feltétlen jelent magasabb nyereséget a kereskedőknek, mivel nőtt a rezsi, a fuvarköltség, a bérköltség, az adótartalom és minden egyéb is. Nyilván nem kell félteni a kereskedőket, de azért látszik, hogy ez a növekmény ez nem feltétlen náluk csapódik le. Aztán 2024. január 1-től a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nettó 32 forinttal emelkedik az üzemanyagok ára, mert nő a jövedéki adótartalom. Viszont itt van egy kis probléma. Ez az emelés, ez egy EU-s direktíva eredménye. De az EU nem mondja, hogy 32 forinttal kell megemelni a jövedéki adótartalmat, hanem a kötelező minimális adómérték, amit előír az EU, az akkor lenne 32 forint, ugye ezt az euró árfolyamhoz kötik, hogyha 410-420 forint környékén lenne az euró. Na most, amikor utoljára néztem az árfolyamot, nem volt ennyi, és az állam becsületére legyen mondva, Gulyás miniszter úr az utolsó kormányinfón elmondta, hogyha az addigi árfolyam ismeretében alacsonyabb jövedéki adószinttel is teljesítheti a kötelezettségét, akkor ennek megvizsgálják a lehetőségét. Tehát, hogy ez a 32 forintos, ez a nettó 32 forintos, bruttó amúgy 40 forintos emelés, ez még nem biztos, hanem elképzelhető, hogy újra vizsgálják majd a 2024. januári euró árfolyam alapján. Amúgy ezt az EU-s kötelezettséget tavaly egyedül Magyarország nem teljesítette, ezért kénytelen hozzányúlni a kormány. És akkor tudjuk, hogy miért drágulnak az üzemanyagok, most pedig nézzük meg, hogy miért léphet fel gázolajhiány. Na most, ennek is több oka van, nem lehet egy egyszerű tőmondattal válaszolni rá. Egyrészt ugye nyakunkon a mezőgazdasági szezon, és a John Deere, ami betakarít a mezőkön, az bizony gázolajjal megy. Arról nem beszélve, hogy Európában még mindig sokan használnak HTO-t, tehát háztartási tüzelőolajat fűtésre, és most megkezdődtek ősszel a felvásárlások, hogy majd ki lehessen fűteni télen a kérót. Aztán a nyári szezonban a benzin és a kerozin prioritást élvez, hiszen mindenki nyaralni megy, ki autóval, ki repülővel. Na most a gázolaj és a kerozin lepárlás során ugyanabból a frakcióból származik, úgynevezett középpárlat, vagyis, hogyha sok kerozint állítunk elő, az mindenképpen a rovására megy a gázolaj előállításának, valamint a rendkívül meleg nyár miatt a termelés üteme úgy általában is lassabb volt az európai finomítókban. Na most, a csővezetéken érkező olajat feldolgozó finomítóknak kisebb a mozgástere, mivel nem válogathatnak az alapanyagok között, viszont azok a finomítók, akik nem csővezetéken szerzik be az olajat, azok megtehetik, hogy olyan alapanyagot választanak, amiből priorizálható mondjuk a benzin vagy a gázolaj lepárlása. Vagyis a feldolgozott kőolaj minőségétől függően változhat a termékkihozatal. Komoly hatása lehet ennek amúgy a gazdaságra, hiszen a szállítmányozásban, a kereskedelemben tulajdonképpen minden a gázolaj köré épül. Az a kenyér, amit reggel megöszel a Lidliben, az egy dízel teherautón kerül oda. Tehát, hogyha üzemanyag hiány lép fel, az ilyen problémákhoz is vezethet, meg persze dráguláshoz is vezethet. Na de, térjünk vissza a kezdő kérdéshez. Tényleg az ukránok miatt drágul az üzemanyag? Igen. És a horvátok miatt? És az oroszok miatt, és a többi olajkitermelő ország miatt, és a magyar kormány intézkedésé miatt, meg mert olyan baromi sokat mentünk nyaralni az utóbbi időben. Na most arra szeretnék csak rávilágítani, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés, sokkal bonyolultabb válaszokat igényel annál, mint amit az általános kommunikációban szeretünk. Ugye egy kicsit felgyorsult a világ, minden szeretünk egy mondattal, egy szóval elintézni. Azt, hogy miért drágul az üzemanyag, az tipikusan nem lehet, úgyhogy bízom benne, hogy ez a videó adott némi támpontot. Iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán két nap múlva újra találkozunk.